Nézzük meg együtt Márton Árpád csíkszeredai festőművész makói triptihonját. A festmények 1992-ben a makói művésztelepen készültek, és jelenleg a József Attila Városi Könyvtárban láthatók. A triptihon görög eredetű szó hármas képet jelent. A középkori festők gyakran festettek úgynevezett szárnyas oltárokat, amelyeknek két oldalsó tábláját rá lehetett hajtani a középsőre. A modern festők akkor készítenek triptihont, ha ki akarják vonni festményüket a hétköznapok reális világából, és így emelik oltárra a kép tárgyát. Márton Árpád makói triptihonjának darabjai látszólag csak laza kapcsolatba állnak egymással, és ha külön-külön nézzük őket, akkor sem vesztik értelmüket, valójában azonban nagyon is összefüggenek egymással. Az első festménynek az Alkony címet adta a művész. Munkában elfáradt, alvó fiatalasszonyt látunk rajta, akit a szántóföldön nyomott el az álom. A középső kép, a termés, csendéletszerűen ábrázol egy vörös hagymafűzért, a harmadik pedig, amely a nyár címet kapta, egy kosarában hagymákat tartó asszonyt. Parasztasszony, szántóföld, vörös hagyma, csupa prózai hétköznapi motívum, a termelés, a mezőgazdasági munka makói világa, ám elég csak a festmények aranyló színeire, fényeire figyelni, hogy megérezzük, itt többről van szó, mint egyszerű munkaábrázolásról. Márton Árpád a hagymával való foglalatosságon keresztül nem a változót, a mulandót ragadja meg, hanem az örökérvényűt szeretné kifejezni. Ezért alkalmaz olyan elemeket, amelyeket jelképként is értelmezhetünk, mint az égből egyenesen az alvó nőre hulló sugárnyalábot, vagy a dicsfényt, amelyet a lemenő nap fest a kosarát magához fogó asszony feje köré, és az égből alácsüngő hagymafűzért övező ragyogást. Nézzük meg a triptihon többi részletét. Az alvónő mellett az egyetlen hagyma az elvetésre váró magot jelenti, és a kosaras nőt első pillantásra gyermeket váró asszonynak hihetjük, aki mintha előre domborodó hasát fogná a várandós nők jellegzetes mozdulatával, pedig csak egy hagymákkal teli kosarat ölel magához, ám nem kell sok fantázia ahhoz, hogy a hagymák helyébe odaképzeljük az összegömbölyödve pihenő kis magzatot. Márton Árpád ismert és régi jelképeket használ fel, hogy a termékenység mítoszának makói, hagymás változatát megfesse. Az alkony szépséges, alvó nője, mintha variáció lenne egy reneszánsz témára, Giorgione Szendergő Vénuszának 20. századi erőteljesebb változata, és rokona Michelangelo alvó hajnalának is, de felfoghatjuk modern angyali üdvözletként, a fogamzás titkát költői szépséggel felruházó allegóriaként. A másik asszonynak minden művészet történeti korszakban vannak elődei, az őskori Willendorfi Vénusz tömzsi kis kő alakja ugyanazzal a megadó, magába forduló mozdulattal fejezi ki anyaságát, mint az itáliai Botticelli Madonnája, vagy a németalföldi Van Eyck várandós polgárasszonya. Márton Árpád triptihonjának aranyos színvilága ünnepélyességet és harmóniát fejez ki. Világító sárgákkal, aranyos és zöldes okkerekkel, tüzes és mély barnás vörösökkel idézi fel az aratásra érett búzamezőket és a vöröshagymák meleg színpompáját. Érdekes ellentét van a nőalakok monumentális megformálása és a megfestés között. Ezek a nagy darab, erőt sugárzó asszonyok, mintha napsütésből lennének összeszőve, áttetszőek és átszellemültek, szinte anyagtalanok, feloldódnak a fényben, egyé válnak a földdel, tökéletes összhangban vannak a természettel. Csak a középső kép hagymafűzére a termés rajzolódik ki határozottan és keményen, mint egy megdicsőülve az aranyló fényzuhatagban.
Márton Árpád a makóval kapcsolatban közhelyszerűen emlegetett hagymát a termékenység szimbólumává tette triptihonján, és hármas képe a természet, és az örök körforgásban mindig újjászülető élet, himnikus dicsérete.